debreceni agrárfelsőoktatás egy nagyon furcsa és számunkra rendkívül ígéretes konstellációban született meg, már maga az ötlet is, hiszen az ország, ez alatt most az akkori országot értem, azaz a Habsburg birodalmat, akkor még nem volt osztrák-magyar monarchia. Ez 1850-ben volt, amikor megalakult a debreceni, illetőleg Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara, ami az ország legrégebbi kereskedelmi és iparkamarája, és az iparkamarában merült fel, hogy itt a világ talán legjobb termőföldjén a szakembereket magas színvonalon a kor kihívásainak megfelelően kellene egy tanintézetnek tanítani, hogy a szakszerűség, a szakember utánpótlás biztosítva legyen. Ez 1851 volt, amikor ez először fölmerült, és utána 1858-ban került ez végül is dokumentálásra. De 1858-ban még ugye a 48-as, 49-es szabadságharc utáni nagyon kedvezőtlen rideg politikai millióban vagyunk, akkor nem volt meg a megfelelő politikai konstelláció ahhoz, hogy ez a nagyszerű elképzelés lángra kapjon és gyors fejlődésnek induljon. Ehhez el kellett jönni a kiegyezésnek 1867-ben, és ezért tudjuk most a 150 éves évfordulót ünnepelni, mert ahogy ez az intézmény létrejött, onnantól kezdve a hallgatók Európa keleti felének szinte minden zugából jártak ide. Ha van város, ahol lehet az oktatást a város fejlődésének legerősebb mozgató erejeként definiálni, akkor az Debrecen. De nem csak az oktatás van hatással a városra, hanem fordítva is igaz. Debrecen az a város, ahol nem lehet úgy beszélni az oktatás egyetlen területéről sem, hogy abban ne lenne a városnak jelentőség teljes szerepe. Így van ez az első magyar nyelvű agrárfelső oktatással kapcsolatban is. Hadd idézzem fel, hogy Szőlősi János polgármester és Szentgyörgyi Elek főjegyző adomány levele alapján 1868. október 22-én nyitotta meg kapuit Debrecenben az Országos Felsőbb Gazdasági Tanintézet, amely számos névváltozás és átalakulás után 1970-ben vált egyetemmé, akkor vette fel a Debreceni Agrártudományi Egyetem elnevezést. Az intézmény alapításához, ahogy ezt dékán úr is említette, a város 400 katasztrális holt termőfölddel járult hozzá. Ezáltal a korabeli Debrecen nagyrészt saját anyagi forrásokra támaszkodva, az alap- és felsőfokú képzést egyaránt célozva nem csupán a város és közvetlen környezete, de a tágabb régió, a Tiszántúl mezőgazdaságának felvirágoztatása érdekében szándékozott ezt az intézmény alapítást megvalósítani. Elődeink hatalmas munkája és előrelátása eredményezte azt végül, hogy az agrárgazdaság mára a nemzetgazdaság motorjává vált. 150 évvel ezelőtt felismerték itt Debrecenben is, hogy az agrárium fejlődését a tudomány tudja segíteni. És fel kell készíteni a gazdatársadalmat ennek befogadására. Az egyetem az Alföld szakemberképzésének fellegváraként vált ismerté. 150 év után azonban újra arra a felismerésre van szükség, hogy fel kell készíteni a jövő gazdáit a változásokra, mert korszakváltás előtt áll a magyar mezőgazdaság. Klímaválság van, növekvő igény van az élelmiszerre. Precízió, a digitalizáció, a robotizáció jellemzi a jövő gazdaságát. Csak a tudomány segítségével fogunk tudni megfelelni ezeknek a kihívásoknak. Fogalmazhatnék úgy is, hogy tudomány vagy tudás alapú mezőgazdaságra van szükség